Elég régóta kéritek, hogy csináljak körömdíszítési technikás vagy körmös ötletelős videókat, és mivel én is régóta szerettem volna ilyen videót készíteni, ezért úgy érzem, hogy most itt van az ideje, ugyanis ősz van, az ősz közepe van, imádom az őszi köröm lakkokat, színeket, köröm motívumokat, formákat, mintákat, mindent. Úgyhogy fogok most mutatni néhány általam nagyon-nagyon kedvelt körömdíszítési technikát és ötletet, amiket így össze szerintem tök jó viselni. Ezek a minták vagy már voltak idén ősszel a körmeimen, vagy pedig tervezem őket elkészíteni valamilyen manikűr formájában. Hogyha kíváncsiak vagytok rá tehát, hogy én milyen őszi köröm mintázásokat tudok elképzelni, milyeneket csináltam már és milyeneket tervezek még, akkor tartsatok velem! Az első manikűr egy őszi felt fog ábrázolni, ehhez szükség lesz egy mustársárga, egy narancssárga, egy sötét bordó és egy fekete körömlakra, illetve egy darab szivacsra, valamilyen ecsetre. Alapként a mustársárga lakkot kenem föl, egy rétegben tökéletesen fedez a síkörömnek, úgyhogy nem bonyolítom túl a dolgot. Majd egy átlátszó fedő réteggel fixálom, és utána jöhet is a szivacs, amire random forgottyöztem a két sötét színt, és ezzel kialakítom az őszi fa lombját, illetve alulra néhány lehullott fa levelet is oda nyomkodok. Ezután az egyik nagyon vékony fejű szűrű ecsettel a fekete vagy sötétbarna körömnek segítségével megrajzolom a fa törzsét, gyökerét és az ágait. A baglyos manikűrhöz szükségünk lesz egy szép barna színű körömlakra, illetve egy fehérre, valamilyen sárgára és egy feketére, és vékony ecsetekre. Néhány pontozó sem árt, de ezeket hullámcsattal lehet helyettesíteni. Elsőként a barna alapszínemet kenem föl a körmömre, kettő rétegben, hogy teljes fedést érjek el. Majd ezt ismét gyors tárító fedőlakkal fixálom. Ez azért is jó egyébként, mert így, hogyha elrontjuk a mintát, akkor is le tudjuk mosni, és nem bántjuk az alaprétegeket. A bagolynak elsőként a testét alakítom ki, ez egy fehér körömlak segítségével végzem el, és az egyik vékony szűrű ecsettel. Szépen kialakítom az oldalsó C-vonalakat, alul a mosolyvonalat szépen meghúzom, ahogy jön a körmöm, majd a tetejét is egy picikét behorpadva rajzolom meg. Ez lesz a hasa a baglyunknak. Ezt szépen kitöltöm a fehérrel. Majd miután ez kész van, jöhetnek a szemek. Mint minden bagolynak, az enyémnek is jó nagy szeme lesz, így egy nagyon nagy fejű pontozó segítségével nem csak egy pontot teszek, hanem egy nagyobb kört próbálok kialakítani, ügyelve arra, hogy nagyjából ugyanakkora legyen a kettő kör. Ha ez megvan, akkor egy kicsi fejű pontozóval jöhet a két szembogár, ezt a feketével oldom meg. Majd már csak a csőr hiányzik, amihez a sárga körömlakot használom, és egy vékony szűrű, vékony fejű ecsetet. Elsőként a csőrt alakítom ki, utána pedig a lábat, ahol ügyelek, hogy bár egybefolyó lesz, de azért legyen kettő domború része a festésemnek. A harmadik rombuszos manikűrhöz szükség lesz valamilyen nút körömlakra, egy narancssárgára, egy sötét bordóra és egy fehérre,
az eszközeink pedig vékony fejű ecsetek. Elsőként a nód vakkot viszem fel a körmömre. Láthatjátok, hogy ez egy picit sötétebb nód, nem egy ilyen hullaszín, hanem annál egy picit májvásabb. Kettő rétegben viszem fel, majd jöhet rá gyors szárított fedőlak. Így gyorsabban is dolgozhatok, és meg is óvom az alapot, hogyha esetleg javítani kell majd a rajta lévő mintát. Miután ez megvan, a narancssárga és a bordólakokat váltogatva rombuszokat alakítok ki a körmeimen, amiket ki is töltök. Láthatjátok, hogy nem tökéletesek az enyémek sem, sőt, pont itt az első elég csúnyácska lett, viszont az összhatás már ez, higgyétek el, hogy nem fog annyira látszódni, csak egyszerűen az, hogy foltos az egész. Úgyhogy nem baj, hogyha nem tökéletesen precíz és párhuzamos minden vonal, aminek annak kellene lennie egy hivatalos rombuszban. A lényeg az, hogy váltakozzanak a színek, és saktáblaszerűen rajzoljuk meg ezeket. Miután az egész körmömet befettem, jöhet egy nagyon vékony fejű ecset és a fehér körömlak, amivel összekötöm a rombuszok középpontjait mind a kettő irányba, így egy hálószerű mintát alakítok ki, ami végül felteszi az íre a pontot. Ezt sem tökéletesen húztam meg, egyébként a saját körmeimben, amikor készítettem, sokkal szebbek lettek a vonalak, amennyi miatt nem sikerült most túl szépre. Minden esetre így is, hogy sokat belevakíztam és csúnyák a rombuszok is, illetve a vonalak is, így is egy nagyon mutatós manikűrt kapok. A sünis manikűrhöz egy nagyon világos nude színű körömlak lesz az alapunk, majd kell egy kicsit sötétebb nude, egy narancssárga, kettőféle barna, sárga, zöld és fekete körömlakok. Vékony ecsetre és kisfejű pontozóra is szükségünk lesz. Elsőként a nagyon világos nude alapot viszem fel a körmömre. Ez fehér is lehet, én ősszel annyira nem szeretem a fehéret. A süni órát a sötétebb nude árnyalattal alakítom ki. Majd jöhet a világos barna festék, amivel megpróbálok minél vonalkásabban és nem kitöltöttebben tüskéket rajzolni. Itt nekem kicsit elméreteződött az orra a sünimnek, így egy picikét torz lett, de szerencsére egyébként szélesebb az a körmeim, mint az a szacspálcika, úgyhogy időben azért ez jobban nézett ki. Miután az első barna fölkerült, egy sötétebb barnával is kiegészítettem, illetve szemet és orrot rajzoltam a süninek. Ezután pedig már csak a lehullott falevelek, az avar hiányoznak a süni alól, amit egy napsárga, egy zöld és egy narancssárga festékkel írek el, így olyan, mintha az avarban mászna a süniként. Az ötödik egy geometrikus őszi manikűr lesz, ami a legegyszerűbb, viszont a legidőigényesebb is. Ehhez egy bordó, egy arany lakkot használtam, illetve díszítő szalagot, ezt eBay-ről is meg tudjátok rendelni, de a drogériákban is kapható. A bordót választottam alapul, de egyébként fordítva is jól működhet ez a minta. Kettő rétegben vittem fel, majd szokás szerint a gyors szárító fedőlap következett, és ennél a manikűrnél a legeslegfontosabb az, hogy teljesen kopra száradjon a fedőlaktól az alaprétegünk, ugyanis, hogyha ez nem jött össze, akkor a díszítő csíkkal elronthatjuk az egészet. A csíkokat először átlósan egy X alapban helyezem föl a körmeimre,
majd pedig az átlók V betűjébe teszek még egy V betűt. Ez így elmondva lehet, hogy nem tűnik túl értelmesnek, de látjátok, hogy hogy fogom kialakítani. Miután elkészült a minta, a másik körömlakkal kettő vékony, vagy egy nagyon vastag rétegben, tehát majdnem a teljes fedésig próbálom lekenni a mintát. Alapvetően természetesen tanácsos megvárni, amíg megszárad az első réteg. Ennél a technikánál azonban nagyon fontos, hogy nem száradhat meg a felvitt körömlak, ugyanis akkor nem lesz szép a mintánk, mert felszedjük az egész körömlakot. Szépen óvatosan le kell húzigálni, ezután már csak a díszítőcsík darabokat, ügyelve arra, hogy melyik van melyik fölött és alatt, hogy nehogy belerondítsunk a művünkbe, majd megvárjuk, amíg megszárad, és egy nagyon szép és különleges mintát kapunk így szerintem. Tényleg nem a legidősporolósabb dolog, viszont nagyon egyszerű, elronthatatlan, és szerintem nagyon mutatós. Az utolsó egy rókás manikűr lesz, amihez kettő körömpálcikát fogunk használni, tehát kettő körmön néz ki jól. Ehhez fehér, narancssárga, fekete lakkok, illetve pontozók és ecsetek szükségesek. Elsőként természetesen a fehér alapot viszem fel mind a kettő körömre, vagy adott esetben a szocspálcikákra, és a teljes száradásuk után természetesen jöhet a minta. Először a fejét mutatom meg a rókánknak, őt nagyjából a köröm közepére, kicsit talán följebb, mint a közepére rajzolom meg a fejet, és egy picikét laposabbra csinálom, mint a teljes kör alak lenne, de természetesen ez ízlés kérdése, szerintem így cikik, hogy egy kicsit dundít. A füleket két-három szög alakban formálom meg, és nem baj, hogyha a kis luk ott marad, mert oda majd feketét fogunk tenni. És végül a testét is megrajzolom a róka komának. Először a hátát a narancssárga festékkel, amit ilyen nagyon szabálytalanul dolgozok el alul, hogy olyan legyen, mint hogyha így a homályból jön neki a róka. Majd pedig az arcára és a szája köré a fehér részt is megrajzolom, végül a lábát és a mellkasát is megrajzolom a feketével, megpontozom az orrakat, az orrot és a szemeket, és a fülét is kitöltöm feketével. A róka farkához csak a narancssárga festékre lesz szükség. Szépen, ívesen egy nagy lompos farkat alakítok ki elsőként. A körvonalat meghúzom, szép masszívra, szóval itt nem próbálok cirádás lenni túlzottan. Majd pedig az alján gyakorlatilag egy ilyen tűz jelleggel csak bevonalkázom a farka tövét, így olyan, mintha elfehéredne. Kicsit öreg lenne a rókánk, és így egymás melletti körmökkel szerintem nagyon cuki néz ki ez is. Ezeket a mintákat tartom én a legjobbnak, legaranyosabbnak, legszebbnek, illetve ezeket a színeket használom a leginkább és a legnagyobb szeretettel ebben az évszakban. Remélem tetszett nektek a videó, és hogy akik annyira kérték, hogy csináljak ilyet, azok elégedettek, és tényleg örülnek neki, hogy megcsináltam. Köszi, hogy velem tartottatok, remélem tetszett. Ha így volt, mindenképpen lájkoljátok. Ha szeretnétek még ilyen körömdíszítési ötletelős videókat, akkor írjátok meg kommentben, hogy legyen. Ha nem vagytok még feliratkozva, iratkozzatok fel a csatornára, keressetek meg a közösségi oldalakon, nézzetek be a blogra, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!